A következő történetre különösen a fiatalok figyelmét hívnám fel, hogy hallgassanak szüleikre. Tracy Brewer mindössze 12 évesen belehabarodott valakibe. A fiú, akibe szerelmes lett, egy 20 éves fiatalember volt. Évekkel később Tracy még mindig a felhőkben járt, amikor álmai hercegével megházasodott. Nem sokkal azután ez a herceg volt az, aki kiküldte őt az utcára. Tracy Brewer csak 3 éves volt, mikor szülei elváltak. Nagy fájdalomra és szomorúságra emlékszem ebből az időből. Nagyon lázadó és makacs voltam. Nem voltam hajlandó tekintélynek alárendelni magamat. Napjait idősebb tinédzserekkel töltötte, az iskolai órákról ellógva. 12 évesen egy 20 éves fiúval volt viszonya. Elhatároztam, hogy vele maradok, és egy nap ő lesz az, akihez hozzámegyek. De a fiú drogdiller volt, és nem sokkal azután, hogy találkoztak, börtönbe is került. Eltökélte, hogy várni fog rá, ez alatt elkezdett partizni. Nem érdekelt az iskola. Csak az iváson és a marihuánán járt az eszem. Partizni akartam, jól érezni magamat, és egész éjszaka bulizni. Miután barátját szabadon engedték, megházasodtak. Azonban a Frigy nem váltotta be számára a hozzáfűzött reményeket. Tracy részmunkaidős állása nem volt elég a megélhetésükre, így férje elkezdett droggal kereskedni, ő pedig a testét árulni. Elérkezel egy pontra, amikor már semmit nem érzel, bár legbelül utálod. De amikor megcsinálod, mert meg kell tenned, akkor érzéketlen vagy. Nem gondolkodsz róla. Tehát eljutottunk ebbe a teljesen kaotikus életvezetésbe, drogkereskedéssel, szexcsempészettel, prostitúcióval, azért, hogy pénzünk legyen. Majd a dolgok még rosszabbra fordultak. Elkezdett fizikailag erőteljesen bántalmazni, emiatt nagyon féltem tőle. Nem éreztem, hogy el tudnék valahogy menekülni előle. Éjszaka mindig elment otthonról, ugyanis a kábítószerkereskedők és a futtatók ekkor végzik tevékenységüket. Minél hosszabb ideje volt vele, annál magányosabbnak érezte magát, már elkezdett nőkkel is együtt aludni, egyik nap a kokaint is kipróbálta. Soha nem állt szándékomban függővé válni tőle. Ezt soha nem akartam. Arra szolgált, hogy kitöltsem vele az időt, míg ő távol van, mert nagyon magányosnak éreztem magam nélküle. Tudtam, hogy mit csinál, és azt is, hogy nem hűséges hozzám. Szóval ez egy módja volt annak, hogy a lelki fájdalmamat csillapítsam. De a végén ez teljes függőségbe torkollott. A kicsi ugyanis kicsit többbe ment át, majd a kicsit több pedig a nagyon is sokba, míg el nem értem ahhoz a ponthoz, hogy teljesen elvesztettem az önuralmamat. Nem érdekelt semmi többet. Azt csináltam, amihez épp kedvem volt. De mindig eljön a nap, amikor meg kell állni és szembe kell nézni magaddal. Tracy rájött, hogy változásra van szüksége. Beiratkozott egy nővérképző iskolába, és kijött a drogfüggőségből is. Imádkozó szüleim vannak. Édesapám nagyon kitartóan és keményen imádkozott értem. Ő Isten embere, csak úgy, mint édesanyám. Hidd benne, hogy Isten meg fogja tenni ezt értem. Lediplomázott jeles eredményekkel. Nem sokkal ezután azonban férje lebukott és állami börtönbe került. Elváltak. Tracy szülei közelébe költözött és elhelyezkedett nővérként. Valami azonban még mindig hiányzott. Mivel keresztény otthonban nevelkedtem fel, tudtam Istenről, de nem ismertem őt. Annyi tudásom volt, hogy tisztában legyek azzal, hogy szükségem van az ő beavatkozására. Elkezdte olvasni a Bibliát, és szüleivel gyülekezetbe járt. Egy vasárnap reggel átadta életét Krisztusnak. Szégyent és bűnbánatot éreztem mindazért, ami történt velem. De ezek a dolgok mind eltűntek az életemből. Tudtam abban a pillanatban, hogy Isten valódi. Nem valaki egy bibliai történetben, vagy egy szereplő, akiről hallasz, hanem élő, valódi, és bennem él. Attól a naptól fogva Tracy nem maradt ugyanaz. Abba hagyta a prostitúciót, és ma államilag elismert bejegyzett nővérként dolgozik. Kisegítő pásztorként tevékenykedik férjével, Roddal. Hálás Istennek!
A legnagyobb áldás az életemben, hogy újjászülettem, és az, hogy van reménység a szívemben. Mielőtt befogadtam Krisztust, nem volt reményem, de ma már minden reggel, mikor felébredek, tudom, ha majd egy nap elköltözöm, reménységem van arra, hogy Jézus Krisztussal találkozom szemtől szembe.